A fiatal pár soha nem veszekedett az anyagiak miatt. Amikor összeházasodtak, eldöntötték, hogy minden dollárt elköltenek, amit megkeresnek. Gyerekkoromban nem volt szó erről otthon, ezért nem is volt rossz érzésem emiatt. Ha tudtam, hogy pénz áll a házhoz, már előre el is költöttem. Úgy gondoltuk, megérdemeljük, ezért jogunk van elkölteni. A tanári fizetés hamarosan kevésnek bizonyult, és elkezdtek hitelkártyára vásárolni, így az adósság egyre csak nőtt. Eljártunk vendéglőbe enni. Sok új ruhát és cipőt vettünk, és nem vettük észre, hogy lefelé csúszunk, a hitelkártya elbírta. Az adósságunk egyre csak nőtt, és tudtuk, hogy túl költekeztünk. A házaspár hitelkártya adóssága 20 000 dollárra dagadt, és már a havi számláikat se tudták kifizetni. Küzdködtünk egyik fizetéstől a másikig. Már a munkahelyre is alig tudtunk eljutni. Ebben a nehéz időszakban Heather elkezdte nézni a 700-as klubot. Rákattantam a 700-as klubra, minden adást megnéztem. A CBN karitatív munkájában ő is részt szeretett volna venni. Elkezdtem imádkozni. Istenem, te ismered a pénzügyi helyzetemet. Vezess az adakozásban. Megírtam egy 45 dolláros csekket, és imádkoztam, hogy Isten áldja meg az adakozásomat. Amikor a férje megtudta, hogy Heather adakozott a CBN-nek, nem örült neki. És emiatt veszekedni kezdtek. Mérges voltam Heatherre. Mégis mit gondolsz? És egyáltalán mi is az az adakozás? És főleg miért akar adakozni abból a pénzből, amik nincs is? Ami ezután történt, megleptem mindkettőjüket. Másnap kapott egy 45 dolláros csekket, éppen annyit, amennyit előző nap beadakozott. Nem értettem az egészet. Ez hogy lehetséges? Teljesen megdöbbentett. Shane még mindig nem akarta, hogy rendszeresen tizedet fizessenek. Dühített, miért abból a pénzből akar adakozni, ami így is kevés? Végül azt mondta, hogy jó, akkor fizesd a tizedet a saját keresetedből. Heather el is kezdett tizedet fizetni, de csak a saját jövedelméből. A következő 6 hónapban mindketten kaptak fizetésemelést, és Heather egyre többet adakozott. Ezután elkezdtek közösen imádkozni és Bibliát tanulmányozni. A Bibliában ez áll, próbáljátok meg engem, és megnyitom nektek az áldások csatornáit. Mózes 2. könyvében pedig azt mondja, hogy a gyümölcs első zsengéjéből adakozzatok. Ekkor már én is csatlakoztam, és mindkettőnk fizetéséből adtunk tizedet. Jó volt látni, hogy egységbe kerültünk, és áldás alá került Shane élete is. Néhány hónap múlva Shane egy másik iskolába került, magasabb fizetéssel, és olyan munkát kapott, amire már 3 éve várt. Ahogy elkezdtem adakozni jó kedvel, az egész életem megváltozott, és jó irányt vett. Megértettem, hogy Isten mindig a megfelelő időben avatkozik be. Látom, hogy a 700-as klub jóvetés terület, segítenek a nyúlszájjal született gyermekek megoperálásában, katasztrófákban tönkrement otthonok helyreállításában és más hasonló vészhelyzetekben. Ezért támogatom én is. A házas pár közben kifizette az adósság nagy részét, és már a jövőjükre is tesznek félre. Isten hűségesen megjutalmaz. Próbálja meg őt, ahogy a Biblia mondja, és meglátja majd, megnyitja az egek csatornáit. Lépje meg bátran a hitnek ezt a lépését, és meglátja, Isten mit tesz önnel és a családjával.